Sziasztok, nagy szeretetek, köszöntünk mindenkit, ez itt a belemenés és Humber Expert podcastja. Itt az éjszakai órákban még megpróbáljuk nektek ezt az adást összehozni, egészen újító felállása, hiszen ahogy a Szegednél vagy a Veszprémnél vannak kimaradók, hiányzó játékosok, úgy nálunk is azért többen most itt az éves szabadságokat kivették, úgyhogy Sellei Zoltán hosszú idő után egy férfi BL adásban is megszólal, én Víg Martin vagyok. És hát bár azt mondtam, hogy a BL lesz a fő témánk, természetesen az Európa Ligára is kitérnék, röviden felsorolnék néhány érdekesebb eredményt. A Montpellier nyert a Granoers otthonában, a Melzongen nagyon simán vette 34 8 ra a Várdát, és ami itt érdekes, hogy Csipas az ilyen 5 gólt is szerzett, úgyhogy a védekezés mellett az ott a gólszerzésből is kivette a részét. A picit hosszabban beszélünk majd a tatabány a Sesszak állán alatt, 31-27-es győzelméről. A Bojvedina otthonában nyert 32-28-ra a Kil, Imre Bence ismét remek teljesítményt nyújtott 8 góllal és hát itt olyan érdekes eredményeket figyelhetünk még meg, mint például ugye a Frensburg győzelme 41 31 re a Kárvin ellen, ami nyilván nem meglepetés, de hát azért fontos a Tadabánya csoportja szempontjából. A Benfica pedig 37-31-re verte a Limost, Hanusz 5 gólt szerzett, úgyhogy azért itt szépen termeltek a magyar játékosok, nem lehetett panasz a teljesítményükre, és egy valakit még kihagytam, de a lelkemre kötötték, hogy semmiféleképpen ne, ne hagyjuk ki, az pedig Bartók Donát, aki 9 gólt perzett a kezdetlen Schaffhausen színeiben, a Femprechov ellen. Úgyhogy magyar szempontból azért jól alakult ez az európai Liga és ahogy említettem, az egyetlen állva maradt csapatunk. A Tatabánya a autonában otthonában egy nagyon fontos győzelmet aratott, 31-27-re verték meg a a horvát csapatot. Picit hasonló meccs volt ez, mint egyébként az előző heti a Kárvin ellen. Hamar elhúzott a tatabány, és úgy tűnt, hogy ez, ez simán meg lesz, de azért ott a félidő vége felé, meg a másik félidő elején közel tudtak jönni a horvátok, és úgy tűnt, hogy küzdenek el majd a pontokért, de azért összességében egyértelmű volt, hogy a tatabánya a jobb tudsz Bartucz Lászlók kitűnően teljesített, és hát a ö, mezőnyjátékosok közül pedig a Horváth Balát lövőt Mátó Márás lehet kiemelni, aki 9 gólt szerzett. Na de menjünk is tovább a bajnokok ligájára, ahol szerdán ö, három mérkőzést rendeztek, a Zágráv hazai pályán 29-31-re kapott ki a Barcelona a Magdeburg 32-28-ra kapott ki a Nantal szemben, és a Szeged pedig 29-28-es feleséget szemlélt az Zolborg otthonában ez lesz majd a fő témánk, de először még egy kicsit kérdeznélek a Magdeburg-Nant mérkőzésről, Zoli, hiszen hát euh, nagyon figyeltem itt a közösségi médiában, és mintha egy Magdeburg mert láttam volna rajta, mi volt ennek azoknak? Így van, először is sok szeretettel köszönjük mindenkit a férfiadásban is. Hát én nagyjából Gislason óta, amit a Gislason ugye a Magdeburg volt, és ott egy nagyon komoly csapat volt, és ugye, talán a Veszprém is játszott a BL döntőt, én azóta vagyok a Magdeburg, azóta úgy mondja az egyik legkedvesebb csapatom a Magdeburg, hogyha ugye a külföldéket kell választani, és hát a nap volt születésnapom, és arra kaptam a kis feleségemtől egy Magdeburg Max, 13-as sellei, szóval ha a plegykák felmerülnek, hogy új beállost igazol a, a Magdeburg, akkor lehet, hogy éleszek az. Ez volt az apropója, plusz még egyébként most már nincs ott sajnos Hanus Egon, de Stuttgart mérkőzése is megyünk, úgyhogy abszolút uh, Magdeburgi uh, áhítattal teli volt a születésnapom ami hát nem ragadt át a Magdeburgi csapatra, hiszen ugyanazt a mondjuk így fásult, öreges kézabdázást hozták, amit most már sajnos ebben a szezonban, sőt most már azért több mint fél éve, úgyhogy úgy sajnos teljes mértékben megérdemelt vereséget szenvedtek, ezt nincs, nincs, nincs mit szépíteni. Én mondom, nekem az a legagasztóbb igazából ebből a szempontból, hogy én azt jövendőltem, és itt még a kis csoportunkban mások is, hogy a Final four valószínűleg egy vagy hát nagyon jó esélye létrejött egy Magdeburg Veszprém csata mérkőzés, és ez annak fényében kicsit aggasztó, hogy egyrészt ugye a, a sérültek már visszatérnek a Magdeburgba, itt mondjuk Klárna, Kláról lehet ugye beszélni, illetve valóság Cendert is már jobban beépítik, illetve hát olyan rossz mint ahogy mostanában játszák, szerintem már nem nagyon lehet, és hát a Veszprém azért mindig egy kikimérkőzés játszik a Magdeburgat, Úgyhogy ebből a szempontból ez nem túl szerencsés, ha nem szedik össze magukat, már pedig én nem látok rá egyedül esélyt, hogy, hogy ez, ez, gyorsan megváltozik itt a helyzet a Magdeburg házatáján, úgyhogy, úgyhogy hát nagyjából itt hirtelen a Magdeburgról. És akkor hát térjünk is át a Szegedre, ami az adásunk egyik fő témány, de még a meccselőt érdemes két dolgot megemlíteni. Egyrészt ugye, hogy Janusz Marasszon, hiányzott ezen a mérkőzésen, és nem csak a keretben, hanem összességében a játékos, is, ha már itt pont a háttérben megbújó Magdeburgi száról beszéltünk, ő ugye gyermeki születése miatt nem volt ott ezen a találkozón, a hírek szerint egyébként már Zágrába is úgy utazott hogy ha adott esetben korábban jött volna a gyermek, akkor, akkor el tudott volna szakadni. A másik hír pedig, ugye, ami szintén az előző héthez kapcsolódott, hogy a Szeged Vezetődzén kell Pegnél lett, ugye a svéd válogatottnak a szövetségi kapitányozók, után Glensz Szorberg lemondott, ugye Pegnén eddig a segítője volt Szorbertnek, most pedig ő maga kapta meg a padot. És azért, hogy olvasgattam itt a kommenthoz mintha nem lett volna egyöntető az öröm, hogy így fogalmazzak a kinevezéssel kapcsolatban. Vannak, akik azt mondják, hogy azért ez egy jó lehetőség a Szegednek is, hiszen akár mondjuk svéd válogatott játékosokat tudnak szerezni, vagy egyáltalán azt tud egy vonzó dolog lenni, hogy mondjuk egy világverseny érmes mesterük van. Mások viszont azt mondják, hogy azért itt most kezdődött egy új építkezés, és azt, hogy az edző vállalt egy másik munkát, és ez nem feltétlenül fog jól jönni a Szegednek. Te hol helyezkedsz el ebben a kérdésben? hogy azért azt tudjuk, hogy ami mondjuk fociban elképzelhetetlen, hogy valaki egy klubcsapatot és egy válogatottat is vigyen, az azért más sportágokban nem ritka, kosárlabdában, röplabdában is láthatunk ilyenre példát, és hát kézzabdában is tényleg azért ez, ez, ez egy bevett módi, mennyire kell szerint tartani Szegeden. Hát ha már itt a háttérben megbúvó szálakról beszélünk, akkor így a Hampus van szál, is, akkor megint <laughs> csak aktualitást érdemel. Egyébként ez, ez kettős dolog egyébként, mert nyilván van, én azt gondolom, hogy senki nem gondolja azt, hogy egy kettős terelés nem, nem nem, nem, is tudom, terhi meg a, az adott edzőt. Ugye pont látok most a női szakákban, hogy ugye Per Johansson, aki ugye a győr vezető edző, most például csak a győre szerette koncentrálni, viszont ugyanakkor ez szerintem az a legfontosabb, hogy ugye nyilvánvalóan nem látunk bele a szerződésbe, de valószínűleg ez, ez abszolút nem lehetett gond, tehát ez is szóba. És ami nagyon fontos, ugye, hogy itt, itt úgy van, hogy a Szeged Akár a Győr, most a Veszprém, a nagy csapatok azért, a, mondjuk így szerintem 90%-ban válogatott játékosokkal állnak föl, ugye több ország válogatottjai szerepelnek a, a klubcsapatainkban. Ez pedig azt jelenti, hogy ha elkövetkezik a december a nőknél, vagy az adott esetben mondjuk január február a férfiaknál, akkor igazából úgy kell kezelni a, ezeknek a vezetőedzőknek a, a munkáját, hogy nagyjából két-három nem válogatott játékosra, plusz az ifistákkal valószínűleg megpróbálnak valamit edzeni és éppen azért azt gondolom, hogy ha ebben a, ebben a periódusban egy klubedző éppen akárhol is lehetne, akkor miért ne lehetne akár egy válogatott élén. Úgyhogy én, én, azt gondolom, hogy ebből nem látok kivetni valót, hiszen a napi munkát nem befolyásol nagyjából. Ez akkor lehetne esetleg gond, ha én nem tudom, hogy mikor van mondjuk az Afrika kupa, vagy az Ázsia kupa, vagy hasonló. Azért tudjuk, hogy az európai kézlabdázásban azért a január-február a férfeknál egy hónapos, három hetes születet jelent nagyjából, az a, a éppen az adott világverseny miatt. És ha ebben a, ebben a szakaszban éppen a válogatottnál van az edző, szerintem az nem gond, és a felkészítés ugyanez, ugye, hogyha válogatott hetekre mennek a játékosok, vagy selejtezőkre, akkor sincsenek ott egyébként a, a klubcsapadőben a játékosok, akkor se tud az adott vezető edzővel foglalkozni, vagy normálisan edzeni, hogy így fogalmazzak. Szóval ebből a szempontból szerintem a napi munkát nem befolyásolja. Plusz azért az ugye egy nagyon fontos ebben a témában, még hogy apelgrind azért, két komoly segítője is van, ugye egyik az Kárpáti Krisztián, aki már ugye tavaly is uh, foglalkozott a csapaton, illetve nagyon régóta most már a, a klub kötelékében van, valamint uh, hú, hát a svédem sem jó, Kálmán Csálmán, nem tudom, hogy kell pontosan. Köszönöm szépen. A múltkor már a hollandomja volt, uh, szóval ő is ott dolgozik a csapattal, és ő is ott van, szóval ebb a, ebből a szempontból szerintem abszolút ez egy olyan, jellegű munkamegosztás, amely nem befolyásolja szerintem ö, nagy, nagyon ezt a, ezt a munkát, és hát abból a szempontból pedig abszolút tényleg vagy, látó, vagy nem is tudom, pozitív, hogy valóban olyan játékosok jöhetnek esetleg szóba, akik akik lehet, hogyha nem a mondjuk az edző és a szövetség akkor lehet, hogy szóba sem kerülhetnének. És most azért, mint Hampus említették az elején, vagy említettem az elején, azért több svéd játékos is lehet, illetve hát azért egy, egy szövetségi kapitányi poszt, egy mondjuk itt top csapatnál, mert az is Svédország azért, azért top csapatnak számít, azért az egy hívogató akár még válogatottban is szerepelsz, vagy akár még klubcsapatban is, hogy a, mondjuk egy svéd válogatott szövetségkapitány a Szeged éljen, aki szintén egy mondjuk egy klubokban, azért a topcsapatnak számít szerintem, akkor, akkor valószínűleg lehet, hogy szívesebben jössz, és könnyebbek a tárgyalások adott esetben. Hát valóban minden bizony ebben reménykednek Szegeden, de hát akkor térünk hát a meccsre, ami ugye egy Oborgen találkozó volt, ahova szintén azért el lehet mondani, ahogy a Zágráb esetében is, hogy hát nem nyerni jár alapvetően az elmúlt években a Szeged uh, Dániába, de hát a Ágrában ugye sikerült megtörni a rossz sorozatot, és most is lehetett abban reménykedni, hogy 2019 után, ha jól így van, 2019 után újra nyerhet a Szeged Olborgon, az óborg is egy picit furcsa eddig ebben az azonban volt, olyan meccsek például hiszem, hogy nyitóforulóban a Nantala, hogy játszott, akkor azt mondta az ember, hogy huha, huha, tehát azért itt szeptemberben ez egy nagyon komoly kézőabda, amit mutatnak, de hát utána azért voltak rosszabb teljesítmények, és a bajnokságban is volt meglepő vereség, úgyhogy nem, nem tűnt felhetetlennek most ez az óborg és összességében a meccset nézve nem is volt az, még hogyha a Szeged sem játszott igazán jó, hogy láttad össze, hogy láttad a meccs igazából én azt éreztem, hogy egyik csapattól sem volt ez egy kiemelkedő teljesítmény. Hát én először azzal kezdeném, hogy valószínűleg kimerítem a hazaárulás, hogy én a kipfelsényben Alborgi győzelmet tippeltem. Ennek méghozzá az volt az oka, az, hogy a a Szeged annyira tökéletesen játszott Zágrában, annyira maximálisan, uh, annyira maximum voltak, én azt gondoltam, hogy erre kétszer nem képesek egymás után, és ez sajnos igazam lett. Uh, mindent összevetve szerintem ez nem volt egy nagyon uh, minőségileg jó mérkőzés, ugye izgalmas volt, hiszen azért itt tényleg bármely csapat megszerzett volna két pontot, és hát uh, sajnos ez a Dánotnak sikerült, ez egy olyan mérkőzésen tényleg, ahol valóban bármi megtörténhetett volna, plusz annak az ellenkezője is. Itt ugye, ha belegondolunk, hogy egy, egy, egy darab 7 a múlt, ugye egy frimmel 7 méteres, ami, ami sajnos mellé ment, akkor azért azt kell mondjam, hogy ez az állapok sem verhetetlen, még idegenben sem, és szerintem, hogyha bármelyik magyar csapat legközelebb találkozik vele, tehát mondjuk a Szeged legközelebb hazai pályán, akkor azért nem egy lehetetlen küldetésüket legyőzni. Ugye azt tudni kell, hogy ugye új edzőik van Makula személyében, aki, aki, azért még nem, nekem úgy tűnt, hogy még nem mindig találja meg azt a megfelelő meccselést, ami, ami ehhez a csapathoz megfelelően illik. Ugye itt azért voltak komoly távozók, itt vannak komoly sérültek ugye a csapatnál, úgyhogy, úgyhogy nem könnyű az ő feladata sem, de úgy gondoltam, hogy, hogy hogy ennél talán lehet, hogy az, amit mondtál is, az első mérkőzésen fantasztikus mérkőzéseket játszottak, azt olyan, mintha kicserélték volna a csapatot. Most pont egy olyan arcokat mutatták, amely elég volt ahhoz, hogy legyőzzék a Szegedet. Valóban, és nyilván ez is volt most azért a fő cél, de egy nagyon érdekes mert volt olyan szempontból, hogy a kezdeti ütésváltások után azért végig az olborga Viszont azért a végjátékban úgy tűnt, hogy akár, akár nem csak hogy a döntetlenre, hanem még a győzelemre is lehet esélye a Szegednek. Van egyébként olyan, hogy egy meccsnek tényleg így működik egy, egy lélektan, egy dinamikája, hogy vezet végig az egyik csapat, de aztán a 45-50. perc környékén van egy előzés, és onnan már nem lehet visszajönni? Abszolút, bár egyébként itt a talán, ha jól emlékszem, elhangzott a közítés során is, hogy, hogy, hogy mennyivel nehezebb felkapaszkodni, hogyha hátrányban van. Én megmondom őszintén, ezt én nem, 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 minden esetben így gondolom. Szóval az, hogy ott vagy és ütőtávolságon belül vagy, vagy mondjuk előzési lehetőséget van, akkor azért ez egy jó dolog, és azért azért, 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 azért nem tudom, pusolja azt a csapatot, amelyik éppen hátrányban van, és tudja, hogyha bármennyi, bármit hibázik az, ellen, az ellenfele, akkor ő azonnal ott van és, és készen áll erre és hát sajnos pont nem tette meg ezt az albog, ezt a szívességet, hogy pont akkor hibázom, amikor a Szeged előzhetett volna, de akár az is előfordulhatott volna, hogy, hogy egy-két hiba után ez a Szeged mondjuk így két-három gól megvér az ellenfejt, amelyik itt egy nagy, nagy lett volna. Mindent összevetve én azt gondolom, hogy ez a csapat még azért mindig formálódik, ugye hiányzott egy nagyon jó játékosuk aki ugye szintén a Magdeburgba jött, és egy legszenzációs játékos, és azt gondolom, hogy ez, ezt, ezt az albogot a hazai pályán Absz le kell győzni, a mese sincs, és szerintem azzal sincs gond, hogy most idegenben pontot hulajtott a Szeged, hiszen még mindig csak október írunk, úgyhogy szerintem ez, ez én, az én olvasatom már még abszolút belefér. Hogy lehet egyébként összességében a, a szegediek teljesítményét? Ugye megint ki lehetett emelni Vodó Ricsit, aki hát tényleg fantasztikus formában kezdte ezt a szadon. Viszont, ahogy te is említetted, és hogy többször aláhúztuk azért irányító poszthoz, szerintem, szerintem azért nagyon látszott, hogy hiányzik egy játékos, és én sem játszott egyébként rosszul félrejtős nehézség, de, de ott szerintem azért voltak olyan periódusok, amikor jól jött volna a csere. És hát a kapu még egy érdekes kérdés azért most Szegeden, hiszen ugye Tobias Tulint kimondva kimondatlanul, és kimondva első számú kapusnak hozták, és az hát egyelőre azért nem hozza azt, amit vártak tőle, szerintem itt megint csak el kell mondani, amit te is kiemeltél az előbb, hogy október közepe van, de ugye eddig minden mérkőzésen ő kezdett a BL-ben, és nem igazán emlékszünk olyan találkozóra, ahol igazán maradandó tudott volna hozni, és ugye megint a kapuba a kispadról báló Mikler Roli volt az, aki hozzá tudta tenni a védéseket, Szerinted kell aggódni a svéd kapusért, vagy, vagy azért bőven belefér az, hogy valakinek egy kicsit mondjuk hosszabb ideig terik a beélesztése, vagy, vagy, egyáltalán az, hogy megszokja a környezetet? Hát pont ez a két játékos, aki valóban abszolút elmétést érdemel, ugye, Hát ez nagyon érdekes helyzet, én azt gondolom, hiszen most már tényleg az vagy az összes BL mérkőzésen, megmondom őszintén a, a a, a bajnokikat nem nagyon láttam, vagy nem nagyon figyeltem, ugye láttam, hogy ugye ki kell játszottak, meg hogy nyerte, de hogy ki kezdett a kapom, azt nem figyeltem, de az, az, a, az a mérkőzésnek az algoritmuson nagyjából, hogy, hogy kezd Tulin, nem vét nagyjából semmit szegény, és aztán bejön Roli, aki ugye tavaly már azért nyugdíba nyugdíjba vizionáltak többen, lehet, hogy ő maga saját magát is, az nem tudom, és aztán egyszerűen egy fantasztikus teljesítmény volt, és most már minden is alkalommal így volt, ha jól emlékszem, vagy egyrészt, hogy jobb volt, mint a svéd társa, másrészt pedig, hogy elképesztő formában van, ami, ami azért egy jó dolog. És számomra az a legfontosabb kérdés igazából, hogyha most ugye van két kapusuk, akik, akivel számol, úgy látszik, APG hogy akkor mikor lesz az esetleg az a, az a, fordulat, amikor azt mondja, hogy jól van, megpróbáltuk, de most akkor Roli véd mert lehet, hogy egyébként adott esetben, lehet, hogy ugyanez lenne a, a, lefolyás, ezt nem lehet tudni. Én azt gondolom, hogy aggódni még nem kell, hogy egy, fantasztikus kapocs, akit nagyon sokan meg akartak szerezni. Most, hogy pont rosszko van formában, ez nyilván nem segíti az, megítélését, de én azt gondolom, hogy még azért mivel október van, plusz ugye nem tudjuk, hogy, hogy milyen szisztéma mögött áll védekezésben, ugye, itt már beszéltünk arról, hogy hogy ilyen több országban teljesen más a, 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 sánc és a, mondjuk a kapusnak a, a, a nem is tudom, eloszlása vagy a mozgása. Lehet, hogy teljesen más rendszerben volt, de ugye itt azért látványos az, hogy nem véd annyi zicebb, mint amit korábban láttunk tőle, nem, nem, nem olyan hatékonyan hatása nincs a lövéseket, mint ahogy megszoktuk tőle, itt most az átlövésétől függetlenül is. Viszont szerencsére, hogy hát két kapus is van, és hát Róli fantasztikus falban véd, Mondom, én arra veszek kíváncsi, hogy megfordul ez egyáltalán, vagy töretlen a bizalom, hiszen azért sajnos kimondatlanul is, sőt kimondva, ugye már ezt beszéltük is, hogy Róli azért nem a jövő embere, örülünk, hogy itt van, nagyon fant tényleg fantasztikusan véd, de azért valószínűleg azért hosszú távon már nem lehet vele számolni, míg Tulin azért uh, nyilván van a jövő embere, és ezt a beépítést szolgálná azt, hogy valószínűleg mindig ő kezd, csak hát hogyha esetleg ez a, ez a csapatnak az eredményességének a rovására megy, ez a töretlen bizalom, akkor azt sem, az sem, az sem, tesz jót senkinek sem. Úgyhogy mondom, én kíváncsi vagyok, hogy egyrészt túl, hogy mikor kapja el a fonalat, mert lesz ilyen, abban biztos vagyok, plusz mikor változik meg az, hogy ki, ki, a kapuban. És amit mondtál, ugye a pozícióban, hát Bodó Ricsi, én nem is tudom, nem, tényleg nem lehet nagyon szavakat talán az ő teljesítményére, szuperlatívuszokban lehet beszélni, ő tényleg elképesztő, most ugye 8 lövésből 6 gól, de hát emlékszünk a múltkori mindent eldöntő átlövés gól, ami egyébként technikailag és, és abban a szituációban egy egészen elképesztő gól volt, és hát ő, az ő az ő megítélése alapján abszolút pozitív, hogy ő már nem, hogy azért nem, még nem megy nyugdíjba hamarosan, szerintem legalábbis is reméljük, és hát ő ugye majd a közelgő világversenek a, magyar, a magyar csapatot fog erősíteni, és hát egy ilyen bodorvicsre nyilván szükség van mindenkinek, úgyhogy, úgyhogy, csak így tovább. Így van, és csak így tovább a Szegednek, ugye említetted, hogy itt hazai pályán kell majd a pontokat hozni, ugye jelenleg a Szeged 6 pont áll a bl és ott van abszolút a Barcelona mögötti uh, bolyban, úgyhogy ez a semmi probléma nincsen, és jön két nagyon fontos mérkőzés itt uh, rögtön egymás után, a Kolstadat és a Kielcét fogadja majd a Szeged szintén itt a Pikkarinában október végén, azt gondolom, hogy ha ez a két hazai meccs meg lenne, akkor itt a BL első szakaszát le lehetne úgy zárni, hogy szépen menetel a Szeged, és, közel van ahhoz, hogy a továbbítás. viszonylag hamar bebiztosítsa ebben az egyébként nagyon veszélyes csoportban. De akkor evezünk hát a másik magyar csapatra, pontosabban először azokra az eredményekre, amik csütörtökön születtek. A Kielce egyen nyert a Korstor otthonában 33-32, itt a két jövendőbeli szegedi ellenféről volt szó. A Paris Saint-Germain 35-32-re vált a Dinamo Bukarestet, úgyhogy egyébként egészen sokáig a Bukarest vezetett, és nagyon veszélyes volt. Rosta Miklós négy volt szerzett ezen a találkozón. A Sporting a berlin Berlint verte 35-33-ra, ez is azért Euh, még úgy is talán egy kicsit meglepő, hogy a Sporting azért jól játszik ebben azt azonban Egyetemen, és megvannak az első pontjai, a Visla Plocknak, az Eurofarm Pelister tudták ezúttal megverni a kiesés szempontjában egy nagyon fontos mérkőzés, ezt Szita Zoltán három gólja euh, jellem, jellemezte itt a magyar teljesítményt. Na de akkor térünk is a Veszprémre, ugye hogyha kimondjuk, hogy 31-32 lett a Frederic elleni meccs, az, az azért rögtön mutatja, hogy Ugye azért itt nem feltétlenül úgy alakult a találkozó, ahol, eh, ahogy számítottunk. Hát itt most azon az eredmény követő alkalmazáson, ahol megnyitottam eh, a, a mérkőzést, itt van az egyik fogadóidonának az otca, hogy 1-0-1-es eh, volt a Veszprémben a találkozót megelőzően. Tehát ugye azért tényleg magas favorit volt a magyar csapat. És hát, hogyha megnéztük a Frederici eddigi meccseit, akkor is arra lehetett szemtelni, hogy itt kiütés lesz és ahhoz képest nyilván majd beszélünk bőven a, a Veszprémről, de szerintem nagyon jó benyomást tett ez a Dán csapat itt most a, a, szurkolókra is, és egyébként korábban is azt lehetett látni, hogy bár beleszaladtak nagy vereségekbe, azért időszakosan 30-40 percet tudtak ők jó kézzel mutatni, és szerintem most az egész meccsen kifejezetten jól játszottak, akartak, volt kapus teljesítmény, jó volt a hét a hat elleni játék, úgyhogy Gudmundor ilyen formában egészen jó volt viszont látni a BL-ben. Hát abszolút egyébként, megmondom őszintén ezt a Frederi most megint egy új szót kell megtanulnom, Fredericsa, Frederi Frederi Fredericcia. köszönöm szépen. Szóval őket nem láttam idén, csak összefoglalóban is. A mérkőzés, mondjuk így, a mérkőzés otcait nem láttam, lehet, hogy ha úgy van, akkor mert ezt csütörtök éjszaka néztem meg ezt a mérkőzést, lehet, hogyha így van, akkor lehet, hogy elhalasztom, de abszolút megérte, hiszen az ott nézve nem, 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 nem tükrözte a két csapat közti különbséget, legalábbis ezen a napon. Már az elején feltűnt, hogy ezért ez egy, ez egy bátran játszó kis csapat, és, és hát még ott én azt gondoltam, hiába, hiába. szóval ezért azért a szakkommentátorok kb. tízszer azt mondták, hogy ez a Veszprém siván fog nyerni. olyan siván gyert végül, hogy az utolsó percben dölt el a mérkőzés. Szóval már az elején látszott, hogy, hogy, hogy bátran kezdtek, nem értek meg a Veszprémtől, plusz ugye az, azért azt hozzá kell tenni, és nyilván megelmítetted volna, hogy itt azért sajnos volt egy nagyon súlyos sérülés, most már ugye tudjuk, hogy sajnos eldel a keresztalak szenvedett, és ő ebben a szezonban már egészen biztosan nem lép pályára, és szóval nem volt elég, hogy, hogy nem is kezdte jó ezt a mérkőzést a Veszprém, de ez a fajta sok azért ez nyilvánvalóan nem segítette a játékosokat, és hát igazából azt kell mondjam, hogy a különbség az egy remili volt, én sokszor kritizálom őt, nem, nem titkoltam, mert úgy gondolom, hogy nem minden esetben mutat csapatjátékos motivumokat, szépen fogalmazzak, de itt volt egy olyan 10 perc, ami, ami egészen elképesztő, és megmutat, hogy egy is játékos, és hát inkább veled legyen, mint ellened, de nagyjából ez, ennek a szakasznak köszönt a Veszprém a győzelmet, ami azért egy intőjel a jövőre nézve, hiszen tényleg vagy, vagy kicsit lenézték az ellenfelet, vagy rossz napot fogtak ki, vagy ugye hát még nem kell elfejteni, a fáradtságot, hogy azért volt itt egy egyiptomi kirándulás nem régen, ami ami, ami, megint csak egy kérdőjel, hogy mennyire van szüksége ebbe a zsúfolt versenynaptárban egy olyan egy ilyen egyiptomi túrának, amelyet ki tudja, hogyha Eldara esetleg nem sérül meg, ha hogyha nem lettek volna ott, ezt nem tudhatjuk, de azt gondolom, hogy, ugye, hogy minden, 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 sportában arról beszélünk, hogy milyen zsúfolt a versenynaptár, és akkor történik egy ilyen sérés, akkor az embernek egy eszébe jut. Lehet, hogy teljesen tévesen következtetek erre, de én úgy gondolom, hogy ezeknek a zsúfolt versenynaptáraknak azért a következménye az, hogy rengeteg mostanában a keresztalak sérülés, mint labdarúgásban, mint, mint kézlabdázásban sajnos. Úgyhogy, úgyhogy, mondom, egy nagyon izgalmas mérkőzés láthatunk. Énnek nagyon örültem, mert, mert és az volt a még az egészben, ezt elmondom, hogy úgy szoktam csinálni, hogy ha este még edzést tartok, vagy edzésre jövök, akkor nem nézek egyetlen internetet, hogy ne tudjam az végeredményt, és most is így volt, és a fél idő után, aztán akkor öttel vezetett már a, már a Veszprém, akkor úgy gondoltam, hát az a mérkőzés, én is úgy gondoltam, hogy ez a mérkőzés már valószínűleg eldőlt, hogy majd belenéztetek a csetbe, hogy, 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 ki mit írt, meg, meg, meg ugye, mik, a, mik a vélemények nagyjából, és akkor láttam, hogy a végére még nem láttam, de akkor láttam, hogy itt azért nem biztos, hogy egyszerű mérkőzés lesz, mint ahogy volt. Úgyhogy, úgyhogy utána már kicsit spoileresen néztem, de meglepődtem, hogy ez a, ez a, ez a Fredericsi ilyen, ilyen nagy ellenásban tudott, tudott kifejteni, és hát a Veszprémnek mondom, egy szerintem egy abszolút intőjel, hogy, hogy a jövőben a kis csapatokat is komolyan kell venni, különben, különben gondok lehetnek egyre javul a dánad is, azt mindenféleképpen ki kell emelnem, de azt is egyébként, hogy, hogy amit te is mondta, nyilvánjai jaj, -e, nagyon szomorú, és hát azért eleve lehetett hallani plegykákat azzal kapcsolatban, hogy a Westplay még szeretne egy belső posztos játékost igazolni, hiszen ha leosztjuk, akkor tulajdonképpen minden posztra két játékos volt, ami ugye alapvetően elég meg ez az alaprotáció manapság kézilabdában, de azért, pont emiatt, hogyha jön egy-egy sérülés, akkor lehet, hogy nem jön rosszul plusz ember. Így meg azért szerintem teljesen biztosak lehetünk abban, hogy fog valaki érkezni erre a posztra a Veszprémhez, és fel is röppentek már az első pletykák. Gyakorlatilag néhány perccel a sérülés után, ugye Áron Pálmárszon személyében, hogy esetleg ő érhet vissza. Ugye ennek az, vagy emögött az lehet a logika, hogy ő, ő, ugye jelenleg egy izlandi csapatban játszik, és nem játszott ugye a Bajnokok ligájában. Tehát ő rögtön tudnák nevezni a bl re csak még hogy olyan játékos szerződtetnének, aki pályára lépett már a BL-ben, ő csak az egyenes kérséses szakaszban tudna jönni. Úgyhogy, ha nem is pálmászom, vagy hát nem tudjuk, hogy konkrétan ő érde, de szerintem valaki biztos fog érkezni. A másik dolog pedig, ami még érdekes volt ezzel a meccsak kapcsolatban, hogy a közvetítésben ugye azt mondták, hogy a Veszlőm ugye a hétvégi bajnokiát bár megnyerte viszonylag simán, de de Savi Pascal nem nagyon volt elégedett hozzá, a hozzáállásra, és több játékos teljesítményével sem is. Ennek ugye akár a kezdőcsapat kijelölésében, akár úgy végig a kommunikációban voltak, ö, voltak jeleni, és, és, te is felvetetted itt az előzetes beszélgetésben, is én is úgy láttam, hogy mintha azért Savi Pascal még nem lenne teljesen elégedett azzal, amit Veszprémben történik, vagy nem lenne neki teljesen komfortos ez a dolog, hogy látotta -e most az ő szerepét, szereplését? Hát én megmondom őszintén, nagyon-nagyon sokat vártam tőle, és lehet, hogy ez az én hibám, lehet, hogy az én rossz megítélésem, hiszen azért mégis egy, egy, hát mondjuk egy élő edző van szó. Ugyanakkor, hát számomra legalábbis, és ezzel lehet, hogy teljesen egyedül vagyok, egy kicsi csalódás az ő, az ő teljesítmény, és nem csak abban a tekintetben, hogy most éppen nehezebben nyernek, vagy könnyebben nyernek, hanem azt, hogy azok a kézegyek, az edzők kézek, azokat nem nagyon látom. Tehát igazából, hogyha most ez most kicsit visszapörgetjük az időt, és most ezen a meccsen nem Pascal van a kispadon, hanem még mindig Ilics és Gulyás, akkor lehet, hogy itt szétszedik a, a, csapatot, meg szétszedik a, a szurkolók a, az egész egyesületet. És most azt látom legalábbis, hogy, hogy, hogy nekem kicsit úgy tűnik, mintha kicsit nem tudom. Szóval én, én nem vagyok ott a Veszpényi meccsen, ez, ez köztudott, de innen a tévéképen, először ezt, ezt ki is jelentettem, mondtam, és úgy tűnik, mintha ilyen, nem tudom, túl sok feszültség lenne a játékosok között, vagy túl sok feszültség lenne az edző a játékosok között, de mondom, te, lehet, hogy teljesen rosszul, rosszul látom, de itt ugye azért lát, lehetett látni, hogy Koszatorov teljesítménye, illetve ugye most a fehér Igen, bocsánat, akartam amíg, még a fehér oroszomat is még meg akartam villantani, de azt <gül> <gül> Szóval vannak, vannak olyan játékosok, akikkel abszolút elégedetlen, és azért is egészen biztos, hogy nem ezzel a nem ezzel a ballövő ö, variációval fognak szerintem neki menni a szezon lényegi részének. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen érkeznie kell valakinek, hogy ez Áron palmászón de azt nem tudom. A múltból adódóan hát igen, ez egy nagyon kérdés, nem is kérdezni, hogy mit gondolok erről, hát azt gondolom, hogy egy, egy jó formában lévő Palmászón nyilván fantasztikus lenne, de nem tudjuk, hogy milyen ö, formában van. Nyilván egy klasszisról beszélünk, a azért már láthat egy-két mérkőzést, szóval nem hiszem, hogy az átállás óriási gondot okoz, ami akkor is, hogyha nem tudom, milyen szintű csapatban van, egyértelműen nem BL persze. Illetve hát nálam van a kérdése még mindig, hogy például az a cindics, aki számomra a mérkőzés legjobb volt az első 10-15 percben, három gólt, lőtt és tényleg tarthatatlan volt azután a fél óraig nem játszik, aztán nem talán két-három támadás, aztán megint nem játszott, szóval számomra szóval vannak kérdések, amiket én innen nem látok, hogy miért van ez így, nyilván ezt neki kell tudnia, vagy nekik kell tudni, én azt látom, hogy talán egy kicsit túl sok a feszültség most még, nem tudom, ez a csapat és az edző között, vagy vagy, 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 nem képes még átadni azt a tudást, amivel ő rendelkezik, vagy nem érti meg a játékosok, vagy, vagy nem tudom. De kicsit nekem ilyen bizonytalanak tűnik ez az egész most, és pontosan ezért gondolom azt, hogy hogy azért ezek a meccsek nyilván, na, és, és, kicsit nekem a meccselése most nekem olyasmi, mint a Ellen Heine meccselés a, a Fradiban, kicsit, kicsit, olyan, nem, nem tudom, hogy fogalmazzak, szóval számomra kicsit, mint a több lenne a színészkedés, mint, mint a valódi segítsége játékosoknak, de mondom, lehet, hogy ezért mindenki szétszed, és ezt, és ezt el is fogadom, de én ezt így látom, hogy, hogy, van, hogy van még mit csiszolni az, az edző és a csapat között, de hát mondom, mivel világklasszis játékosokról beszélünk, illetve világklasszis edzőről, azért valószínűleg hamarosan egymás felé közelítenek ilyen szempontból, és akkor, és akkor mondom én, akkor a bajnok ligája egyik esélyes abszolút a Veszprém, mint mindig, tehát azért, vagy nem is, nem is azt mondom, mint mindig, de azért a Final for abszolút megérett ez a csapat, és hát ezzel, a, ezzel az edzővel, akit egyébként sokáig kerestünk, úgymond, aki ehhez a kerethez passzol, azért lehetnek itt, lehetnek ö, nagy eredmények, de mondom, ez azt kell, hogy kicsit, kicsit mintha, hogy hú, nem tudom, szóval nehéz ezt innen megítélni, de a kommunikációval én azt gondolom, hogy innen nézve vannak gondok, amelyeket nyilvánvalóan meg lehet oldani kommunikációval, szóval az, hogy a jövőben kit fognak igazolni, mert én nem, mondom, nem hiszem, hogy a Cassado és az orosz átlövő megoldásával <laughs> fogják végig, megtolni ezt a szezont. Egészen biztos, hogy nem, ugye itt van még Cindy, csak azért ő sem mindig egészséges, hogy finoman fogalmazzak. Itt valószínűleg megint, ha megnézzük, hogy milyen teljesmény jutottak a, a én nem tartom elképzelhetetlenek, hogy itt megint visszatér a reméliféle irányítójáték. Mondjuk játék, tehát ő középen lő, az az, az irányítójáték nagyjából és hát a balátlövő poszton, ami egyébként ugye azt szokták hogy a király kategória, ott azért szerintem én azt gondolom, érkeznie kell valakinek, és én megmondom, hogy nem Pálmászonnak kéne érkeznie, hogyha pozíciót nézünk, de, de lehet, hogy ilyen két megoldásra fognak operálni, ezt még nem tudjuk, de, de kíváncsi vagyok, hogyan fogják ezt megoldani, mert védekezésben abszolút, tehát támadásban azért nincs gond, én azt gondolom, de, de védekezésben ott, azért bal kettőben, illetve a belső pozícióban szerintem kell valaki, aki ezt meg tudja oldani, védekezés, támadás, csere nélkül. Hát igen, főleg annak függvényéből, hogy bár próbálgatja Pascál és védekezésben koszorotogott, de azért látszik, hogy nem, nem feltétlenül egy komfortos feladat ez neki. A vetprünk következő ellenfele majd a Peliszter lesz, ami hát a meccs nehézsége szempontjából valószínűleg nem lesz megúrhatatlan, viszont ugye Macedóniába kell utazni, amit azért tudunk, hogy hát szóval sem szeret egyik ö, csapat sem, és hát ö, Székely Marci is mesélt érdekes dolgokat arról, hogy ott milyen állapotok uralkodnak, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor a belemelés pusztadásunkban azt meghallgathatja. A mai adásunkban most ennyi fért, viszont nagyon jó kérdést tettél fel, Zoli, úgyhogy ezt passzolnám is egy kicsit a hallgatóknak, hogyha van kedvük, akkor a kommentmezőben szálljanak bele ebbe a beszélgetésbe. Szóval szerintetek kell-e igazolni a Veszprénnek, és ha igen, akkor itt a Barátlövő posztra. De azért természetesen azt is fontos kiemelni, hogy jobbulást kívánunk innen is a Hiáderának podcastunk természetesen folytatódik majd női és férfi adásokra, és a social médiában továbbra is elérhetőek vagyunk. A mai figyelmeteket pedig köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok!